Ha tetszik, amit hallasz, iratkozz fel a csatornára. Köszi érte! English Breakfast Extra. A műsor, amilyet még nem hallott. Üdv mindenkinek, így van, én vagyok Kund. Azért hívták köcsögnek, mert nagyon kicsi volt. Kis köcsög. Na, szép mondhatom. Kösz szépen. Na tehát indul a mai extra. A mai műsorban összeszedtem olyan dolgokat, amik idegesítenek. Angliában, Magyarországon, vagy akár csak úgy általánosan. Mivel elég sok ilyen dolog van, akár 8 órás műsor is lehetne, szóval ma átmegyek a féle dőfös kismalacba. Egy kismalac, röf, röf, röf. Azért remélem nem lesz ennyire vészes a helyzet. Igaz, mondjuk a gyerek dalok is tudnak idegesíteni, ha mondjuk az ember fia 30-adjára hallgatja meg ugyanazt a strófát, mert tetszik a gyereknek. Az azért enyhe szemrángást tud okozni nálam is, bevallom őszintén. Ezt az elváltozást a plasztikai sebész személyplasztikával egy óra alatt el tudja tüntetni. Na, nem, ezt hagyjuk. Nem kell semmilyen beavatkozás, inkább kezdjük is. English Breakfast Extra. A dupla adag angol reggeli. Szerintem a sok otthonlét, a lezárások, korlátozások után mindenki feszültebb, idegesebb. A mai műsor pont ezért született, összeszedtem a dolgokat, amik idegesítenek. Szétrág az ideg, mi? Nem tudsz aludni a stressztől? Ugyan már figyelj, kapd össze magad. Kell szerezni egy megfelelő alvótársat. Érted, mire gondolok? Kell egy tutinő, és nincs az a stressz, amitől ne tudnál aludni. Igen, lehet ez egy jó megoldás. Szóval összeszedtem pár számomra igazán idegesítő dolgot. Igaz, nem toplista jelleggel, mert a sorrend az nincs, de jöjjenek ezek. Az első a felsorolásban az új, számomra értelmetlen szlengek. Hát nézzünk is egy pár nagyon idegesítőt. Itt van például a csicskagyász szó. Igazából azt sem tudni pontosan, mire használják, mert ezt aztán tényleg mindenre. De mit jelenthet? Ha külön szedjük, hát ugye ott van a csicska és a gyász. A csicska jelentése az ilyen tanonc, vagy fegyverhordozó, vagy akárki. A mester minden kívánságát lesi, ez a lényeg, és ugye teljesíti. Ugrik az első szóra, hát a gyász meg ugye valaki valami elvesztése után érzett szomorúság. Szóval a csicska gyász akkor azt jelentheti, hogy a csicska gyászolja a mesterét. Ez tulajdonképpen akkor egy szomorú dolog. Szóval amikor azt mondják rám, hogy te csicskagyász, akkor tulajdonképpen arra célozhatnak, hogy pont gyászolom a mesterem. Vagy ők gyászolják az én mesterem. Vagy engem gyászol valaki, aki mesterként tekint rám. Így már kicsit más megvilágosításba helyeztem ezt a kifejezést is. Ne legyen csicskagyász! Jó, vannak még ilyen kifejezések, amik fel tudnak idegelni, ilyen például a bástya. A vonat nem vár! Nem, ezúttal nem a vár bástyájáról van szó. Ez a bástya ember. Nem kőműves kell menni. Azt hiszem, masszív emberre mondanánk, hogy bástya. Így lenne logikus. De hát mondják ezt mindenkire. Masszívra, kevésbé masszívra, még passzívra is. Egy perc alatt fel tud idegelni, hogyha valaki engem szólít bástyának. Menjenek a Dugovics Tituszba. Ez az English Breakfast Extra. A Radio Here We Go. Nem értek még véget a szavak, vagyis pontosabban nem csak a szavak, hanem a kifejezések. Tudnak ezek idegesíteni mindenkit. Sőt, a szavak hiánya is. Én például szeretem, hogyha valaki szépen beszél magyarul. Lehet szakmai ártalom, de azt is szeretem, hogyha simán értem azt, amit ki akar fejezni. Sokaknál azért ez nem jön mindig össze. Helyes beszéd, jól mondja a bábú. Szóval egy csomó fiatalnak segítene a helyesírásán azon egyszerű szabály elsajátítása, hogy oda kell vesződ tenni írásban, ahova beszéd közben azt mondják, hogy k***i. Oda pedig pont kerül, ahova azt mondják, hogy he. Nos, ez a he azért köthető pár tájegységhez Magyarországon, ahol elég erőteljesen jelen van, és millió dolgot is tud jelenteni. Olyan ez, mint a japán nyelv. Azt mondod, hogy he, és hangsúlyozástól függően vagy megvernek, vagy pedig lefekszik veled a környék legszebb lánya. Jaj, ezt a dalt, amikor legelőször hallottam és megismertem, jó pár hónapig gondolkoztam rajta, hogy mit jelenthet a Rittigen lány.
Ugye benne van, hogy szép lány vagy Rittigen. Na mindegy, hagyjuk. Szóval a szép magyar beszédre azért érdemes odafigyelni, nem ártunk vele senkinek, tessék elhinni. Nem minthogyha ezzel az angolok is jól állnának. Egy átlag angol 50 szavas szókincsével és fakkolásával ugyanez a kategóriába tartozik, mint az előbb említettek. És hogyha már helyes beszéd, a helyes írás, vagyis pontosabban annak a hiánya is tud idegesíteni. Nagyon bosszantó, amikor egy ember írásban nem tudja kifejezni magát, vagy nagyon alap dolgokat nem tud helyesen leírni. Mostanság például nagyon terjed az, hogy kutya, kis kutya, igen, gyével. Nagyon sok helyen láttam, nem is tudom, sírjak-e vagy inkább nevesek. Kutya egy világ van, az bár biztos. English Breakfast Extra. A Radio Here We Go-n. A helytelen írás és beszéd után már is jön egy következő dolog, amely idegesíteni szokott. Ez pedig nem más, mint a tudománytagadás. Tagadom, hogy valahogy is. Sajnos mostanság ez eléggé elterjedt szokás, az alapvető természettudományokat is képesek megcáfolni emberek mindenféle összeesküvés elméletekre, vagy áltudományos Facebookon terjedő butaságokra hivatkozva. Nekem is nagyon sok ismerősem ebben a cipőben tapicskál jelenleg. Csináltam már műsort az összeesküvés elméletekről, van belőlük bőven, és sajnos ezeket egyre több ember hiszi el. Úgyhogy egy általános iskolai könyv is meghazudtolja azt, amire ők azt hiszik, és szentül meg vannak győződve, hogy ez igaz. Pedig nincs náluk semmilyen bizonyíték. Még egy bizonyíték az orszától. Az oltás ellenességtől kezdve a laposföld hívekig lehetne bőven sorolni a cáfolható elméleteket, amelyeket terjesztenek. És ezek inkább hitel alapulnak, mert hát tudományon nem tudnak. Az a baj, a legtöbb ember, aki ezeket elhiszi, kezd elszakadni a valóságtól. Vagy elindul azon az úton, az meg, hogy hova tart, hát jól példálozza QAnon sámán esete, aki egyik vezetője volt az amerikai választás eredményét el nem ismerő, Kapitóliumba betörő csapatoknak. Szóval igen, az emberi butaság is idegel, talán a legjobban ezt tud felmérgelni. És ebből aztán tömény dózis van sok helyről jelenleg. Amúgy azt észrevette mindenki, hogyha valaki nem tud már vitába szállni, akkor mindig a józan paraszti észre hivatkozik. De hát a józan paraszti ész nem mindenre lehet, és nem is mindenre érdemes használni. Hát gondoljunk csak bele, atomfizikában kifejezetten káros lehet. Például Teller Ede sem azzal hasította, szerencsére az atommagot. És egy nagyon idegesítő dolgot ki ne hagyjak, ez pedig a politika. Korrupt vagyok, a köpönyegem jól forog. Talán amíg normális vitakultúra volt, addig nem is volt annyira idegesítő. Viszont jelenleg, hogyha nem vagy velem, akkor a másik tábort erősíted és ellenség vagy, ez a hozzáállás ez borzalmasan idegesít. És egyszerűen nem képesek ezek az emberek elhinni, akik fekete-fehérben látják a világot, és minden oldalon vannak ilyenek, hogy van, aki egyszerűen egyik oldalon sincs, hiszen minden oldal ugyanúgy idegesíti. Talán arról tudnék toplistát állítani, hogy ki idegesít jobban, és ki nem a szereplők közül, viszont teljesen felesleges. Egyszer talán nekem is elhiszik, hogy mindenkit ugyanúgy utálok. Akkor utáltalak meg, mikor akad a fejed, hogy nélkülem is meglennél. Igen, a függetlenségről manapság nagyon sokan csak a mesékből értesülnek szerintem. English Breakfast Extra. Azt hiszem alakul a felsorolás, hogy mik is idegesítenek a legjobban, de még nem teljes. Hátra van még jó pár dolog, nem sokára rátérek az apróságokra. Mi vagyunk az icikék, mi vagyunk a picikék, a hupikék, törpékék. Nem, a törpök nem idegesítenek. Idegesítik hókuszpókot eleget, engem kifejezetten nem. Visszavonom, amit előbb mondtam. Szóval a törpök, hogyha énekelnek, az azért kezd idegesíteni. Ha bárki vagy, mi hagy, de jól vigyázz, ha törpi vagy. Na jó, elég lesz. Azért törpből is megárt a sok, mert el is kezdett itt a szemem alatt rángani az ideg. A folytatás törp nélkül jön, ezt garantálom. English Breakfast Extra. A műsor, amilyet még nem hallott. Azért arra kíváncsi lennék, hogy mást mi idegesít a világban. Nyilván mindenkit más és más dolog, de azért biztos vannak közös pontok. Lehetne készíteni egy olyan listát, mitől kap mindenki idegbajt. Hogy a brit kutatók ezt még nem kutatták ki, nem is értem.
kellene még valami a folytatásban. Fokozzuk fel kicsit a hangulatot. Hát jó, megpróbálhatjuk. Szóval a folytatásban megpróbálom összeszedni inkább az internet segítségével azokat a dolgokat, amik nagyon sok embert bosszantanak. Indul a nagy idegeskedés felmérés, a féle nemzeti konzultáció, amit természetesen a kitöltés után széttépünk és összegyűrünk. Vagy fordítva, mert úgy egyszerűbb. English Breakfast Extra. A dupla adag angol reggeli. A következő listát bevallom őszintén, nem én írtam. Ezek olyan apróságok, amiket az interneten gyűjtögettek össze mindenkit idegesítő dolgokról. Hát vegyük is sorba őket. Mikor mindent magunkra és magunk köré készítünk, hogy elheverjünk a filmnézéshez, kényelmesen eldőlünk és rájövünk, hogy pisilnunk kell. Na igen, indulhat a netpisz. Az is idegesítő lehet, hogyha elmegyünk vásárolni és rengeteg dolgot megveszünk, csak azt az egyet nem, amiért tulajdonképpen elindultunk. Ez nálam mindennapos. Ezért tudok annyi receptet viszont fejből, mert újra tervezem a kaját ilyenkor, vagy visszamegyek a boltba. Újra tervezés. Ugye milyen idegesítő az is, amikor egy órája feltettük a telefonunkat tölteni, és már sietnénk, és akkor vesszük észre, hogy csak a konnektorba nem dugtuk be a szerencsétlent. A kislábúj beveréséről inkább ne is szóljunk. Ouch! És ami szörnyű lehet, tüsszenteni, miközben egy tárca ital, mondjuk sör van nálunk. Anyu, ha valaki tüsszent, azt mondjuk egészségedre? Egészségünkre. Ez az English Breakfast Extra. A Radio Here We Go-n. Hogy milyen dolgok idegesítik az embereket? Hát igazából az idegeskedés az azóta lehet, amióta két ember van a földön. Ádám és Éva is tuti idegesítette egymást a paradicsomban, de biztos vagyok benne, amikor Éva mondjuk elkezdte kérdezgetni Ádámot, melyik fügefa levél áll neki jól, akkor azért Ádámnak elkezdett járni az ideg a szeme alatt. Az almás sztoriról meg inkább ne is beszéljünk. Hát milyen ideges lehetett utána Ádám, amikor a főbérlő emiatt kirakta őket. Se Universal Credit, se segély, semmi, mehettek világgá. Az ős embereknél is biztos volt sok idegeskedés amúgy, ám lehet az idegeskedés tulajdonképpen segítette görgetni a történelem sodró rendületű szelét. Például amikor már századjára is csak kisbíros bogyó volt ebédre, biztos, hogy még a lusta vadászok is elindultak inkább a közeli mamutba levadászni. Vagy hogyha már így a töriben mászkálunk, nézzük meg, mik lehettek volna még a történelem legidegesítőbb történései. Nem tudni, volt-e a hét magyar vezér között olyan, aki tisztaságbániás, erről nem szólnak feljegyzések. Na szóval őt biztos idegesítette volna a nem megfelelő, fertőtlenített kése a vérszerződésnél. Segíts másoknak, agyvér! Ments életet! Napóleont is tuti felidegesítette volna behúzott belső zseb, hogy hova tette volna a kezét, azt nem tudni, lehet, hogy az összes kép kicsit máshogy alakult volna, amit róla festettek. Az angol birodalmat pedig rettentően idegesíthette az a sok víz, ami körülveszi a szigetországot. Azért építettek tulajdonképpen szerintem hajóflottát, amivel végül leigázták majdnem az egész világot. Baj van a részek tengerésszel, baj van a részek tengerésszel, baj van a részek tengerésszel, minden adott nekem. Na jó, ez a felsorolás is végtelen lehetne. English Breakfast Extra. A Radio Here We Go-n. Nem tudom ki, hogy van vele, de az idegesítő, amikor egy megtalált dobozban a hűtőben nem az van, amire számítunk, és ami rá van írva a dobozra. Például fagyis dobozban lefagyasztott paccalpörkölt. Vagy ásványvizes palackban házi pálinka, és ezt mondjuk a meghúzás után vesszük csak észre. Mondjuk legalább a pizzás dobozokban még nem csalódtam. Igaz, nagyon kevés dolog fér bele egy pizzás dobozba. A pizzán kívül természetesen. És hogy folytassuk a saját háztartásban fellelhető idegesítő dolgok felsorolását, na most, amikor a WC-papír hiányára, csak utána jövünk rá. Igen, amikor használni kellene. Na az is baromi idegesítő. A nyugodj meg mondat használata pedig igazából hát mindenkit felcsesz. És hogy mennyire csesz fel, az meg a hangszintől függ, hogy használják. És hogy mi idegesítő még? Mondjuk, amikor a hátunk azon része kezd el viszketni, amit nem érünk el, és esélyünk sincs neki dörgölni egy kaktusznak, vagy bárminek a környéken.
Szóval nagyjából ezek voltak azok a dolgok, amik engem idegesítenek. De persze kíváncsi vagyok arra, hogy a hallgatók közül ki mit szokott felhúzni, szóval jöhetek a kommentek ezzel kapcsolatban nyugodtan. Addig is berakok egy 10 órás idegesítő zenét. Ha jó, nem csinálok ilyet. Nem akarok én idegesítő lenni, elég, hogyha én ideges vagyok. English Breakfast Extra. Remélem a mai adás senki számára nem volt túl idegesítő, és sikerült megnyugtatnom mindenkit, hogy nem csak őt idegesítenek a világban dolgok. Viszont ennyi volt már az extra, jövő héten a TikTokról lesz szó. Szóval búcsúznom kell. Búcsúznom kell. Talán a holnap szebb jövőt ígér. Ja, ez túl szomorú volt. Ezek után mindenkinek ilyen teljes letargikus napja lesz. Úgyhogy ez inkább egy másik bejátszás legyen az utolsó. A fiúknak fügyék van, a lányoknak meg punci. Na, ugye? Már is jobb. Remélem jövő héten találkozunk. Bye-bye!